India, Ladakh tartomány, déli része a vadregényes, magashegyi Zanskar. A Zanskar folyó völgyében bújó Zangla település felett 3600 méteres magasságban bújik meg az a buddhista palota erőd, amelyben kalandos út után Kőrösi Csoma Sándor dolgozott. Itt írta meg az erdélyi magyar tudós a világ első tibeti angol szótárát 1823 és 24-ben, 16 hónapon keresztül. Csoma Ladakh fővárosából, Léhből 9 nap alatt jutott el Zanglába. De hogy jutott egyáltalán eszébe idejönni Csoma Kőrösről? Kőrösinek volt egy megszállott őrült álma, elhatározta, fejbe vette, hogy már pedig utána néz. Volt abban a korban ugye egy ilyen nagy vita, hogy kik a valódi rokonai, kik a valódi ősei a magyaroknak, és úgy gondolta, hogy ő egy szemében hiszi azt, amit lát, tehát utána megy ennek a történetnek. Idegenvezetőnk Irimiás Balázs, a Csomas Room alapítvány alapítója. A helyiek életét segítik építkezéseikkel, és a hagyományok megőrzését tanítják az ittenieknek. Mindjárt erről bővebben, de előbb nézzék, hogyan vezetett Erdély hegyei közül Kőrösi Csoma útja ide a Himalája hegyei közé. Kőrösi Csoma Sándor erdélyi kisnemesi családba született 1784-ben. Nagyenyeden szolgadiák volt, és ekkor már készült arra, hogy megkeresi a magyarok őshazájának írásos nyomait Tibet magas hegyei között. Testét is edzette az útra, a földön aludt, és elolvasott mindent, hogy elméjét is felkészítse. 1816-ra, mire göttingeni diák lett, már 13 nyelven írt és olvasott. Orientalisztika tanulmányai után tért haza Erdélybe, hogy elinduljon a nagy útra. Hogy miért vetült a figyelmet Tibetre? Ő Lászába akart eljutni, ugyanis ez a régió, ez úgy működött, mint a világnak egyfajta ideális archívuma, mint hogy most a 21. században a grönlandi vagy a norvég fjordoknak a jégmezője alá tesszük be a növények genom térképét mondjuk. Ugyanúgy a történelmi korokban ez az egész himalája régió úgy működött, mint a régi szent szövegeknek és könyveknek és iratoknak a titkos archívuma, ugyanis ezeket szorgalommal a kis buddhista kolostorok, a szerzetesekben lemásolták az összes szutrát és az összes fontos könyvet, fölvitték Ladakhba, a kolostorokba, és ami lent a trópusi éghajlaton, az esőbe meg a párába elpusztult eredeti kézirat, annak az akkori másolata a száraz sivatagi klímában a kőfalak között titkosan egy kis tibeti kolostorban mai napig el van raktározva. Az utazás történetét azért ismerhetjük, mert kémnek nézték Indiában, és a hatóság rákényszerítette az amúgy roppant szűkszavú tudóst egy önéletírásra, mert magáról alig írt valamit.